A választásra jogosult 184.134 főből 78.364-en mentek el szavazni vasárnap Tolna megyében. Ez 49,79%-os részvételi arányt jelent, ami magasabb az országos 48,58%-nál. Szekszárdon 12.932-en adták le a voksukat, ez valamivel alacsonyabb részvételi arány, mint az országos átlag. A város polgármesterének újra a Fidesz-KDNP színeiben induló, a települést már 5. éve vezető Ács Rezsőt választották, rá 6.353-an voksoltak, míg Bomba Gáborra az Éjjel-Szekszárd Egyesület jelöltjére 6.055-en, Ótós Attilára a Mi Hazánk jelöltjére pedig 357-en. A szekszárdi képviselőtestületbe a Fidesz-KDNP 6, az Éjjel-Szekszárd Egyesület pedig 8 képviselőt küldhet, így a Fidesz elvesztette többségét a közgyűlésben. Bomba Gábor a Facebook oldalán vasárnap este gratulált ellenfelének, egyben azt írta, hogy az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselői egy frakciót fognak alkotni, amiben ő frakcióvezetőként vesz majd részt, és azon lesznek, hogy teljes kontroll gyakoroljanak a polgármester felett. Ács Rezső szintén a Facebookon köszönte meg a szekszárdiak bizalmát. Azt írta, nem lesz könnyű az elkövetkező időszak, de bízik benne, hogy ki tudnak alakítani valamiféle együttműködést a város további fejlődése érdekében. Dombóváron a szavazók 52%-a járult az urnákhoz. Minden egyéni választókörzetet a Fidesz-KDNP nyert, emellett új polgármestere lesz a következő 5 esztendőre a városnak, Pintér Szilárd személyében, aki a szavazatok 61,55%-át nyert el. Azt mondta, ő maga sem gondolta, hogy ilyen arányú győzelme lehet. Számukra is meglepő ez a fölényes győzelem, de azt gondolom, hogy az a munka, amit elvégeztünk, és az a változás, való igény, amit szerettek volna a dombováriak, azt gondolom az eredmény ezt tükrözi vissza. Pakson a szavazásra jogosultak 45,9%-a adta le a voksát, ami 7019 főt jelent. A képviselőtestület tagjai 4-4 arányban osztanak meg a Fidesz-KDNP és a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői között. Örömmel folytatom a 2 éve megkezdett munkát, de a legelső szó a köszöneté a paksi választóknak, akik bizalmat szavaztak a következő 5 évre, mondta az újra választott polgármester Szabó Péter, aki az együttműködésre törekszik majd. Szeretném megköszönni tényleg azt, hogy bíznak bennem, bíznak bennünk, úgyhogy, és ezt a bizalmat, ezt én azt gondolom, hogy erre rá is fogunk szolgálni. Mindenféleképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 5 év is egy sikertörténet legyen. Bonyhádon 46,7%-os részvételi arány mellett a Fidesz-KDNP nyert el az összes egyéni mandátumot. A szavazók újabb 5 esztendőre Filóné Ferenc Ibolyának szavaztak bizalmat. A második ciklusát kezdő polgármester a szavazatok 53,58%-át nyert el. Elsőként köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a mai szavazáson, éltek állampolgári jogukkal, és elmentek szavazni ma Bonyhádon, akár a pártokra, akár az egyéni képviselőkre, akár a polgármesterekre, bárkire. Örülök, hogy majdnem ugyanazon a csapattal tudjuk folytatni azt az 5 éves ciklust, amit az előző 5 évben megkezdtünk. Bízom abban, hogy támogatnak továbbra is a bonyhádiak, mi pedig minden nap megteszünk azért, hogy tovább fejlődhessen a városunk. Tolnán kifejezetten szoros volt a polgármester választás. Appelszofer Ágnes, a Fidesz-KDNP jelöltje végül 1566 szavazatot kapott, míg a függetlenként induló Balogh Zoltán 1521-et, a szintén független Hajdú Sándorra pedig 358-an voksoltak. Én rosszabb véleményt kaptam, mint amire számítottam. Ez nyilván egy tanulság az én számomra és a képviselőtestület számára is. Sikerem minden tolnai és mözsi választópolgárnak, hogy igyekszem még sokkal jobban figyelembe venni az ő kérdéseiket, kéréseiket. Tolnán a 11 tagú képviselőtestületben a Fidesz-KDNP jelöltjei vannak többségben. Bátaszéken a szavazatok több mint 63%-át megszerezve ismét Bozsolik Róbertet választották polgármesternek. A kormánypártok színeiben induló Tölgyesi Márkot előzte meg a szavazáson. A bátaszékiek valóban értékelték azt a munkát, amit az elmúlt 5 esztendőben értük, illetve városunkért végeztünk, és higgadtan, nyugodtan végig gondolták, hogy az ő döntésük, annak milyen hatása lesz az elkövetkező esztendőre, és ennek megfelelően döntöttek. Bátaszéken a képviselőtestületbe 4 független és 4 Fidesz-KDNP-s jelölt jutott be.
Tolna megyében a szavazatok 58,48%-át szerezte meg a Fidesz-KDNP, ezzel 10 mandátumot szereztek a pártszövetség jelöltjei a megyei közgyűlésben. A DK 11%-a 2 mandátumot ér, míg a Momentumnak, a Jobbiknak és az MSZP-nek egy-egy képviselője került a megyei testületbe. A megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás azt mondta, az elmúlt 5 esztendő munkája tükröződik a választás eredményében. A Tolna megyei emberek úgy érzem, hogy segítettek nekünk, és jól pozitívan értékelték az elvégzett munkánkat. Potápi Árpád János, a Fidesz Tolna megyei elnöke, azt mondta, örül, hogy sokan az urnák elé járultak Tolna megyében. Az is fontos, hogy nyertünk Bonyhádon, nyertünk Tolnán, nyertünk Tamásiban, tehát hozzuk a városokat, hozzuk a megyét. Remélem, hogy az a fejlődés, ami eddig jellemezte Tolna megyét, eddig is jellemző lesz ránk. Rendkívüli eseményből csupán egy történt Tolna megyében. Nagy Dorogon egy férfi megpróbált kimenni a szavazólappal a szavazóhelyiségből, majd összetépte a papírt. Az incidens csak néhány percre akasztotta meg a szavazást. A vasárnap megtartott önkormányzati választása második volt, amit már az alaptörvény szerint tartottak meg.